Sziasztok! Ti is itt a kastélyban. Ma én leszek a kísérőtök. A foglalkozásom komornyik. Szólítsatok Hippolitnak! Neki lesz a legviccesebb neve a sztoriban, ugyanis több mint 100 éve így hívták a festetis hercegi család francia komornyikját. Én elég sokat tudok a festetis családról és kastélyukról. Ezt most elmesélem nektek. Ő volt Festetics Kristóf, aki elsőként telepedett le Keszthelyen. Az előző földesúri család a környéken a Pető család volt. Az ő kúriájukat építette és alakította át Kristóf a saját kastélyává. Ősei nagy csatákban edzett katonák voltak, de ő már inkább jogászként harcolt. Igazi birtokos gazda volt, de szerette és gyűjtötte a könyveket. Mint földesúr, intézkedései kedvezőtlenek voltak az uradalomban élők számára, és nem is mindenki kedvelte ezért. De ugyanakkor gyógyszertárat és kórházat is alapított a keszthelyeknek. Adakozott a templom javára, és fejlesztette a város iparát is. Német iparosokat telepített le Keszthelyre. Magáról így van. Én jobb agyainak nem földesúra, hanem édesapjuk, és mindenekben segítőjük. Az én faluink között, kik szavamat fogadták, egy sem tartozik. Még gyarapodtak is, és minden kérkedés nélkül írhatom, hogy más falvakhoz képest az én faluink tartottak jó faluknak. Most nézzük, hogyan akart a kastélyát átépítetni. Az építész Hofstadter Kristóf volt. Ő egy csomó változatot készített a kastély és a kert átalakítására. A kor divatjának megfelelően U alakú alaprajzot láthatunk. A kastély egy emeletes és szimmetrikus. A főbejárat a keszthelyi főútról nyílt. Kristóf idejében már tartozott az uradalomhoz egy saját építészirodaszerűség is. Itt Hofstadter Kristóf volt a főnök. Akkor úgy nevezték, hogy az első kőművesmester. Hogy mit terveztek itt? Főként magtárakat, istállókat és hasonló uradalmi épületeket. Régen rendszeresen összeírták, hogy az embereknek mi és hol van a házukban. Ezt főként akkor tették, ha valaki meghalt. A Kristóf halála utáni leltárban semmi puccos, drága cucc nincs, csak praktikus olmi. Ebből is látszik, hogy Kristóf nem próbált önnek látszani, mint ami valójában volt, pedig pénze lett volna rá. Ez itt a kastély, Mária Teréziáról elnevezett szobája. Nem véletlenül vagyunk itt. Kristóf idősebbik fia, aki már a harmadik Pál volt a családban, Mária Terézia bécsi udvarában dolgozott. Pál a királynő hűséges tanácsadója volt, ezért 1772-ben grófi címet kapott. Pál már többet adott a rangjának megfelelő életformára. Amikor Pál otthagyta Bécs városát és hazaköltözött Keszthelyre, egy kicsit hazavitte magával a császárváros hangulatát. A kastélyt drága, osztrák és francia bútorokkal pakolta tele, és vette egy csomó kütyüt, amiket sokan nem is láttak előtte, és nem is tudták, hogy működnek. Olyanokat vásárolt, mint a Camera Obscura. Ez volt a fényképezőgép elődje, de vásárolt barométert és termométert is. Még egy kastélyból sem maradhatnak ki a játékok. Így lett a kastélyban sakkészlet és trik-trak játék is. Köszi! Bécsi és pozsonyi mesterektől szerezték be az ékszereket, a brilliánsokkal kirakott hajtőket, az aranyhímzésű karthüvelyeket. Festetics Pál halála után az uradalmat legidősebb fia György örökölte. Ő vált a családban a legismertebbé. Nagyszabású tervekkel és egyedülálló vállalkozásokkal rukkolt elő egy nehéz korban, egy nehéz helyzetben.
1790-ben a magyar katonák érdekében beadvánnyal fordult az országgyűléshez. A bécsi császári udvarnál nem kívánatos személy lett. Ha oktatásról volt szó, György gróf mindig bőkezű volt. Megalapította Európa első gazdasági főiskoláját, a Georgikont. A kastély híres könyvtárából a tanárok már kölcsönözhettek is könyveket. Semmi nem is szín alatt megbízatás nélkül, avagy különös engedélyen kívül a könyvtárosnak, vagy könyvet, vagy akármi egyebet kiadni szabad nem részem. Ezen felül megkívántatik, hogy a könyvtáros attól, akinek megbízatás és engedélynek következtetésében kiad mindenkor írott visszaigazolást, amelyben a dátum is ki legyen téve, vegyen, hogy azzal is minden esetben a kiadást megbizonyítsa. A Georgikonban elsősorban az uradalom gazdatisztjeit és alkalmazottjait képezték, de bárkit felvettek, aki tanulni akart és megfelelő iskolából jött. A Georgikonnak hamarosan országosan is jó híre lett. Megnyitása után nem sokkal József Nádor kísérőjével kérette, hogy a gróf készítse előlátogatását Keszthelyen. Erre Festetics György javaslatot tett egy olyan programra, ami nem rabolja hosszan a Nádor idejét. Őfensége örökös emlékünnek képen, jelenlétével a Georgikon mezőit felszentelni kegyeskedjék, amennyiben egy ekét kegyesen megfogni és szentást mimelni méltóztatnék. Így is történt. József főherceg római palácsban megfogta az eke szarvát és néhány barázdát szántott. Bizony, nem mindennapi pillanat volt. György a hosszú évek előkészítő munkája után különösen büszke lehetett így módon elismert iskolájára. Amíg élt, figyelemmel kísérte a Georgikon működését. Nem csak pénzzel támogatta az iskolát, hanem a vizsgákat is látogatta. Egy-egy jó feleletért jutalmazta a tanulókat és a tanárokat is. A Balaton nyugati medencéje mindig is része volt a Festetics birtoknak. Ezért nem meglepő, hogy a balatoni hajózás sokat köszönhetett a Festetics családnak. György gróf olasz hajóácsokat hozatott Keszthelyre. Az ügyes mesteremberek valóságos hajóflottát készítettek. Ennek a flottának a büszkesége a Főnix gálya volt. Ez a gyönyörű vitorlás főként teherszállító hajó volt, de személyeket is szállított, és még ünnepségeket is rendeztek rajta. Festetics György is folytatta elődei példáját, és nagyszabású átalakításokat tervezett a kastélyon. Kiszélesítette volna az oldalszárnyakat, és a kastélyt két emeletesre bővítette volna. A terveit először egy neves osztrák professzorral készítette el, de aztán újra rajzoltatta uradalmi építészével, Ranc János Györggyel. Úgy nézett ki a dolog, hogy a gróf adta az ihletet és az építészre a rajzolást bízta. A tervek meghagyták volna a régi U-alakot a kihajló épületrészekkel. A tervekből csak a déli épületrész készült el. Ezt egy 1812-ből származó felmérési rajzból tudjuk. Sajnos az erkélyek és a második emelet akkor csak álom maradt. A György idejében épült könyvtár és kápolna ma is látható. A Festetics család egyre nagyobb számú és értékesebb iratait díszes leveltárban helyezték el. György felvilágosult ízlése a kastély berendezésében is meglátszott. Ezt a halálakor felvett leltárból olvashatjuk ki. A szobákat már a 18. századtól a falak és a bútorhúzatok színei alapján nevezték el. A falakon értékes festmények és aranyozott keretű tükrök lógtak. Ma is hasonlók díszítik a kastély falait. György gróf híresen jó vendéglátó volt. 1815-ben egy angol orvos és utazó Richard Bright is hosszasan időzött nála. Ebédünk kitűnő ételekben bővelkedett. A tálalás német módon történt. Az egyes fogásokat, miután a mellékasztalnál felvágták, ha arra szükség volt, ami igen ritkán fordul elő, inasuk kínálják végig. A fekete kávé után a gróf elvezetett a könyvtárba. Festetics György igazi mecénás volt. Az 1790-es években több magyar nyelvű verseskötetet, folyóiratot támogatott,
és még egy térképgyűjtemény megjelentetéséhez is hozzájárult. A híres helikoni ünnepségek előadásaira a kastélyben lévő színpadon került sor. A színpad közelében ültették el a neves költők és írók emlékfáit. György irodalompártolása nem csak a könyvtár gazdag gyűjteményében mutatkozott meg, hanem abban is, hogy levelezésben állt a korszak neves íróival. Egy fennmaradt anekdota szerint Berzsenyi Dánielt, akiről irodalomórákon is tanulhatunk, nagy tisztelettel fogadta György gróf Keszthelyen. A másik nagy költőt, Csokonai Vitéz Mihályt anyagilag is támogatta. A nyelvújítási mozgalmat is segítette a gróf. A legnevesebb írókat és költőket hívta meg a helikoni ünnepségekre. A gróf igyekezett a legnagyobb reklámot biztosítani hozzá, és különféle újságoknak is küldetett tudósításokat az eseményről. Festetis György halála után fia László lett Keszthely ura. Ő is nagy terveket dédelgetett. Nem csak a kastély kertjét alakította volna át, de tervei között szerepelt a város Keszthely megújítása is. Sajnos a nagy tervekhez nem volt elég pénze, így ezek nem valósultak meg. A kastélykertben meghagyták az eredeti díszkert hátsó falát, de a kapukon kanyargós utak vezettek át. 1822-ben oroszlánokkal díszített kútházat építetett a kertben, amit ma is megcsodálhatunk. László idősebbik fia, első Tasziló nem alapított családot. Egész életében katona volt, híres csatákban vett részt. Mint huszár, a lovakhoz igencsak értett. Ő hozatta Keszthelyre az első angol telivércsődört, de meghagyta az apja által vásárolt keleti méneket is. Ilyen pompás lovakhoz már verseny is tálóduk el, amit megépítetett a park északi részében. Első Tasziló és testvére, második György nagyon jól megértették és kiegészítették egymást. Tasziló végrendeletében mindent Györgyre hagyott. Sajnos öccse csak pár nappal élte túl Taszilót. A család hatalmas birtokai György fiának, második Taszilónak kezébe kerültek. Második Tasziló lesz az, aki a mai formájára alakította át a kastélyt. Festeticsek közül ő emelkedett a legmagasabbra a ranglétben. Több címet szerzett, mint előtte bárki. Volt császári és királyi udvari kamarás. Valóságos, belső, titkos tanácsos. Királyi főudvarmester, zászlós úr és a főrendi ház örökös tagja. Tekintélyét nem csak ezek a címek emelték, hanem házassága is. Lady Mary Victoria Hamilton skót hercegnőt vette el már-már mesés körülmények között. Lady Mary első férje a monakói herceg volt. Őt hagyta el az elegáns magyar gróf kedvéért. A Hamilton családon keresztül az európai arisztokrácia legmagasabb köreibe jutottak a festeticsek, amelyhez megfelelő kastély is dukált. Ha Tasziló a családjával Keszthelyen tartózkodott, a kastélytornyán mindig lobogott a festetics zászló. Felesége Méri hercegnő hozománya egy vonatrakomány páratlanul értékes műkincs volt, legalábbis ezt mondják. 1887-re több mint 100 helységes lett a kastély. Berendezése és a benne folyó élet olyan fényűző volt, mint a francia és az angol kastélyokban. 1911-ben Tasziló megkapta a legmagasabb főnemesi rangot, a hercegi címet. Követte elődei példáját, kulturális és jótékonysági célokra is bőven adakozott. 1908-ban 4000 szegény családnak adott földet, 1921-ben pedig felélesztette a helikoni ünnepségeket. Tasziló-nak két nagy szenvedélye volt, a vadászat és a lótenyésztés. A legenda szerint nem fogadott a saját lovaira, pedig a híres angol telivérményes versenylovai biztos befutók voltak a versenyeken. A neves angol lovasklub a Jockey Club is tagjai közé választotta. Második Tasziló fia, a diplomata harmadik György is érdeklődött a mezőgazdaság és a lótenyésztés iránt. Híresek voltak telivérjei a lóversenypályákon. 1940-ben az idősödő herceg apa lett, de kevesebb, mint egy évvel élte túl fia születését. Fia a negyedik György a családban. Gyermekkorában mindenki szerette, kishercegnek hívták. A kisherceg édesanyjával 1944-ben menekülni kényszerült.
családnak nyugat-európai kapcsolatait felhasználva sikerült szinte gondtalan gyermekkort biztosítani a kis György hercegnek. A legtöbb időt Ausztriában, főleg Bécsben töltötték. György herceg itt alapított családot, és ma is Bécsben él. Amíg magyar állampolgársága elvesztésre fenyegette, nem jött Keszthelyre, ősei kastélyába. Az 1980-as évek végétől már rendszeresen jár Keszthelyre, sőt, részt vesz a város rendezvényein is. Hogy mi történt a kastéllyal? A háború vége felé a berendezési tárgyak egy részét a család tulajdonában lévő Hévízi Reuma kórházban menekítették. A kastélyban a keszthelyi szovjet városparancsnok a fosztogatás megfékezésére őrséget állított fel. A könyvtár felbecsülhetetlen értékű gyűjteményét úgy védte meg, hogy az ajtókat befalasztatta. Hogy senkinek eszébe ne jusson bemenni, táblát tette ki ezzel a felirattal. Fertőzött terület. A kastély északi szárnyában hadi kórház működött. 1948-ban a kastély a magyar állam tulajdona lett. A könyvtár az Országos Széchenyi Könyvtár kezelésébe került. A Helikon Kastély Múzeum 1974-ben alakult meg, és két év múlva megnyílt az állandó kiállítás, amely a történeti szoba belsőket mutatja meg a látogatóknak. És ezeket a szobákat lehet most is megnézni. Járjátok körbe! Hello! Arra van a bejárat!